A tavalyi évhez viszonyítva növekedett a befolyt összeg Magyar Kanizsa községben, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 579 millió dináros költségvetési bevétel az idén 606 millió dinára emelkedett. Viszont növekedtek a kiadások is. A tavalyi 572 millió dinárról 636 millió dinárra növekedett az idei évi költségvetési kiadás, és itt több tényező is befolyásolta. Az egyik nagy tétel volt, ami a kiadások között szerepelt, az a 71 millió dináros víztisztítóra való összeg kiválasztása, valamint a világpiacon a jelenlegi állás szerint igen alacsony szintű kőolajszármazékoknak az ára, tehát nyers kőolaj ára. Körülbelül 30 millió dinárral kevesebb összeg folyt be a kőolaj járadékra vonatkozó tételből, ami majdnem megegyezik a költségvetési hiánnyal, tette hozzá a VMS Magyar Kanizsai frakció vezetője. Még a megengedett 10%-os negatív szaldón belül van a község, viszont nagyban terheli még a községi költségvetést a koronavírus járvány elleni védekezés is. A mai ülésen döntöttünk az intézmények igazgató tanácsainak a felmentéséről és az új tagok kinevezéséről. Remélem, ők ugyanolyan jól fogják majd végezni a munkájukat az elkövetkező 4 évben, mint az előző tagok. Ismertették továbbá a jelentést a község területén működő közvállalatok üzletviteli programjáról. A Kommunalac és a Tiszamenti vízművek esetében nem volt gond az elmúlt időszakban. A befolyó összeg nem ad okot elégedettségre, de az egyik közvállalatot sem veszélyezteti. Beszámoltak még a Kispiaci és Nosza közötti vízhálózat kiépítéséről, valamint a Martonosi óvoda és a Magyar Kanizsai bölcsőde felújításáról, illetve a víztisztító rendszer kiépítéséről. Emellett szó volt a Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben folyó felújításról is.